Bődi Ildikó népi iparművész munkássága évtizedekre nyúlik vissza. Ez idő alatt rengeteget alkotott, és különböző műfajt, különböző technikákat is kipróbált. Hogy mik a kedvencei, ez kiderül a most következő anyagból, amit nem sokkal a vírushelyzet kitörése után forgattunk. Ugyanis március közepén már éppen összerakták a kiállítást, amikor is jött az intézkedés, miszerint a múzeum nem fogadhat látogatókat. Mi megpróbáljuk önökhöz ezt közelebb hozni. Bődi Ildikó textiles iparművész hosszú pályában született, szülei pedagógusok voltak, innen gyökerezik a nevelés, oktatás iránti szeretete. Ezen kívül örökölte tőlük a kreativitást. A vizualitás vonzott már pici gyermekkoromban, nagyon szerettem rajzolni. Középiskolás voltam, amikor eldöntöttem azt, hogy mindenképpen ebben az irányban kell haladnom tovább. És így folytattam tanulmányaimat a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Akkoriban a képző főiskolán nagyon jó híre volt a vizuális rajztanszéknek, és abban az áldásban részesültem, hogy mesterem Makoldi Sándor festőművész volt. Tőle tanultam és tőle hallottam először a szerves műveltségről és a természetes gyermeki vizualitásról. A főiskola elvégzése után hosszú éveken át kisgyermekeket tanítottam, és ezek az évek, évtizedek megalapozták az én alkotói munkámat is, hiszen a gyermekektől nagyon sokat tanultam. A főiskolán találkoztam először a textilfestés, a batikolás, a távol-keleti technika alapjaival, melyet később saját kísérleteim alapján fejlesztettem tovább, illetve a 90-es években, amikor az Iparművészeti Egyetemen sikerült elvégeznem a textil tanszakot középiskolai tanári diplomával egyetemben. Itt ismerkedtem meg a szövésnek az alapjaival és a divattervezésnek a csodájával. Természetesen ekkor már nekem voltak önálló kiállításaim, és a folyamatos kísérletezés és kutatás és a folyamatos kíváncsiság arra vezetett, hogy több olyan textilfestési eljárást is kikísérleteztem, ami a nevemhez fűződik. Nagyon szeretem a textilt. A textil az egy nagyon finom, lágy anyag, és az a szerves gondolatkör, amit én festek, az az organikus világ, az nagyon szépen harmonizál ezzel az anyaggal. Munkássága során saját rajztanítási módszert, úgynevezett organikus szemléletű rajztanítást fejlesztett ki. A lényege az, hogy a gyerekeket engedjük szabadon rajzolni, szabadon festeni, szabadon alkotni, de a tiszta forrás az nagyon fontos, hogy honnan merít. A tiszta forrás pedig a magyarság, a magyar népi műveltség, a magyar népművészet elsősorban, illetve a természet körforgása, hiszen a gyermek a vele születetten még természetesen éli maga körött az életét, és természetesen is rajzol. Az Életkör 60 kiállítás mottóképe, ami a legfőbb alkotás, Boldogasszony anyánkat ábrázolja, aki az ősi vallás szerint is Isten anyaként tisztelt személy volt. Későbbiekben a kereszténységben ugye Szűz Máriaként ismerjük őt. Ez a dal egészen a 19. századig a magyarok népi himnuszaként szerepelt, a magyar katolikusok népi himnuszaként szerepelt. 1995 és 2000 között festett pannóképeket, amik átlagosan 3-7 méter közötti nagy falképek. Nagy kihívást is jelentettek számomra, hogy az emberi léptéken túli méretekben hogyan tudom megjeleníteni azokat a gondolatokat, amelyek akkor foglalkoztattak. A pannóképek nagy része közintézményekben található a mai napig, kórházak, iskolák, művelődési házak,
esküvői házasságkötő termek, és így tovább. Tehát nyilvánvaló, hogy gondolatiságában is ezekhez a terekhez választottam a témát. Így például a Kenézi Kórház konferencia termében látható az Édes Anyaság című nagy 7 méteres pannóképen, amely a születésről, a születés csodájáról mesél. Vagy például a Hosszúpályi Művelődési Házban látható a magyar népünk, magyarságunk történelmi sorozata, amely 5 nagy képből áll, a Csodaszarvas, Isten kardja, Emesálma, a honfoglalás vagy hazatalálás és a Szent Korona küldetése. Ebből a sorozatból látható itt a kiállításon 2 alkotás, élőben az Isten kardja és az Emese álma itt mögöttem, illetve tablókon végigkövethető a további 11 néhány alkotás kisebb képekben, de jól látható módon. Az évek során számos textilfestő eljárással kísérletezett, legerősebben a távol-keletről származó batik technika hatott rá. Az alkotásoknak a textilen átszűrődő fény adja a ragyogást. Itt látható mögöttem 2 olyan alkotást, amelyeket a csengelsimai református kazettás mennyezetes templom 2 kazettája ikletett. Csillagos égboltra vetítve tulajdonképpen a bakot és a nyilast ábrázoló 2 kazetta. Ezek tulajdonképpen itt élővé válnak a fény által. Az évek alatt többféle technikát kipróbáltam természetesen, hiszen egy alkotót nem csak mindig a tartalmi, hanem azért a technikai megvalósítás is érdekel, hiszen minden egyes technika tulajdonképpen más hatást vált ki a néző szemében. A technikák sokfélesége igazán érdekes egy alkotó számára, de természetesen a végén kialakul egy anyag iránt a legnagyobb szerelem, és nekem ez a textil. Itt mögöttem valóban látható zománckép, látható grafika, nagyon szeretek rajzolni, nyilvánvaló minden egyes alkotói folyamat vázlattal kezdődik, tehát a rajzolással, és utána bontakoznak ki majd a technikának, a technikai lehetőségeknek megfelelő további tervek. Tehát én nagyon szeretem a grafikai munkákat is. A vonalak játéka már önmagában elmeséli azt, amit én majd ki szeretnék fejezni. Természetesen a szín nagyon fontos számomra, a színeknek az összhatása, a színek harmóniája, hiszen a színek, ha a természetben is körbenézünk, visszajelzik számunkra annak a folyamatnak az érzelmi hatását. Nyilván a nap, a fény, a sárga, a nap, a fény, a vörös, a szeretet, az ízás, a vér, az energia. Tehát minden színnek megvan a maga jelentése. A divattörténet és divattervezés alapjait a Magyar Iparművészeti Egyetemen sajátította el. Az egyetem elvégzése után természetesen nagyon izgatott, hogy hogyan tudom én a batik technikának egy kifejezetten hordható ruhákra használatos technikáját alkalmazni, és elkezdtem önállóan ruhákat tervezni és festeni. Kedves alkotótársam szabta és varta őket, Magyar Magda költőnő, és én pedig terveztem és festettem. Ebből összeállt egy nagyon szép anyag, amit aztán kiállításokon és divat bemutatókon is bemutattunk több helyen,
Aztán ez a szerelem, ez tulajdonképpen néhány évig tartott, és aztán visszatértem a táblaképekhez. A kiállításra kiválasztott két ruhadarab a természetnek a két ellenpontját mutatja be, az egyik a napruha, a másik pedig a nappalok éjszakák, tehát a sötétség-világosság játéka. Mögöttem lévő ruháról még annyit hadd mondjak el, hogy ezt a ruhadarabot az egyetem záróvizsgájára készítettem, és a tradicionális indonéz viseletnek az alapjai ihlették a ruhaszabását. Mai napig foglalkozik a fekete és a fehér színek játékával, jelentőségével, hatásával. A fekete az a szín, amely mindent elnyel, és a fehér az, amelyik mindent visszatükröz. Az itt látható két kép a grafikai alapokra épülve fekete-fehérbe készült textil. Kiemelem a Csontvári útján napfogyatkozáskor készült alkotásomat. 1999-ben Magyarországon teljes napfogyatkozás volt. Ennek hatására készítettem ezt a képet, festettem ezt a képet. Tudjuk, hogy a napfogyatkozás akkor van, amikor a Föld és a Nap között ugye közé kerül a Hold. Ez újholdkor történik, de természetesen akkor minden újholdkor napfogyatkozás lenne, ezért ez nem egészen így van, hanem a Föld keringésének felszálló csomópontján vagy leszálló csomópontjára ér a Hold, ez akkor következik be. Számomra ez egy óriási csoda volt, hogy megfesthettem a nem látható napkorongnak a látható koronáját Csontvári hatására, hiszen itt megjelennek azok a szerves műveltségenben megtalálható csodalovak, amelyek körbefonják a napkorongnak az útját az ekliptikán. Mindig szeretett volna maradandó gyűjteményt adományozni a szülőfalujának saját és ismert alkotók munkáit. Erre az alkotótábor adott lehetőséget. 10 évig szerveztem és vezettem a Nemzetközi Csontvári Alkotótelepet. Az alkotótelepek szervezése igen sok időt vett igénybe, ezért én nem igazán tudtam ott alkotni, de mindig készítettem ajándékképet a település a falum számára. Ezek közül látható itt most egy kép, az Egyhajó Virág Misztériuma című kép. Az egyhajó virág, amely hosszú pálynak ugye a erdőségében megtalálható védett virág, és ennek egy ilyen szerves átfogalmazása, hogy hogyan válik tulajdonképpen a virágszirom az éget a földdel összenövő leányjá, és hogyan őrzi ezt egy angyal. Hogyan vigyáz rá egy angyal. A másik kép a létavértesi alkotótáborban készült. Ezen a telepen alkotóként vesz részt, és nem szervezőként. Itt viszont teljesen úgy veszek részt ezen az alkotótelepen, mint alkotó, nem mint szervező, tehát ez ott készült. Az itt látható kép a létavértesi szőlőskertek királynőjét idézi, hiszen tudjuk azt, hogy létavértesen a mai napig fontos hagyománya és kultúrája van a szőlőtermelésnek. Művészetének részét képezik a mandalák. Azt tudjuk, hogy a batik technika is egy távol-keleti technika. Indonéziában a mai napig hagyományos viseletként is hordják, és a mai napig is élő népművészetiként művelik a batikolást. A távol-kelet és a magyarság közös gyökere számomra egyértelmű. És én nagyon vonzódom ezért a keleti kultúrákhoz, hiszen a tartalma ugyanaz, mint mindenütt a világban, egy gyökerű, a mindenséget jelképezi. A távol-keleti motivumok közül az egyik nagyon kedvenc és nagyon csodálatra méltó témám ugye a mandalák világa.
A mandalák, amelyek ugye szanszkrit eredetű szókört jelent, körívet jelent, korongot jelent, tehát tulajdonképpen az univerzumot, az világegyetemet tükrözi. Különféle mandalákat ismerünk, a tanító mandalák, a gyógyító mandalák, a humok mandalák, ezek a fő típusok, de ezen kívül nagyon sokféle más mandala típus is van, almandala típus, ha úgy tetszik, mint a szerelem mandala, bőség mandala, vagy az egészség mandala. Az itt látható két mandala, ami a kiállításomon itt látható, az egyik a szerelem mandala, amely valóban egy olyan helyre került, ahol nagyon fontos volt az, hogy a szeretet, a szerelem beragyogja az ott lakók szívét, lelkét. Ez egy ilyen kérés volt, és a szerelem mandalának ugye a fő motivuma a szív, amely tulajdonképpen maga a szeretetnek, a szerelemnek a szimbóluma, és a szerelem mandalánál ezért kiemelkedő motivuma a szív motivum, és a nap motivum, amely középen ragyog, ragyog a fény, és ragyog a szeretet, ragyog a szerelem. A másik mandala pedig nagyon érdekes, mert ennek a címe nem mandala, hanem magdala. A magocska, a mag, amely a születésnek ugye a csirája, a magból születik az új élet, és úgy virágzik. Alkotásainak egy külön részét alkotják azok a képek, amelyek csillagjegyet ábrázolnak. Életünkben meghatározó az, hogy mikor születünk a Földre, melyik hónapban, és abban a hónapban melyek azok az energiák, amelyek hatnak ránk már születésünk pillanatában. Ezért én egy kicsit foglalkoztam nyilván a csillagképekkel is, és megfestettem az állatövnek a csillagképeit. Itt található ebből a sorozatból két alkotás, a vízöntő és a mérleg. Ugyanakkor természetesen a mesék, a mondák, a balladák, a dalok mellett számomra nagyon fontos a természet körforgását tanulmányozni, hiszen a természet csodája tulajdonképpen látványában minden nap itt van előttünk, attól függ, hogy éppen milyen periódusban, hogy éppen a kibomlás, az újjászületés, vagy éppen a kiteljesedés, vagy már az elmúlás pillanatában vagyunk. Nagyon érdekelnek ezért a látványszintű természeti ábrázolások is, természetesen utána ez visszaírva, átírva, így jelennek meg a képeimen az életfák, a világfák, a csodamadarak, és természetesen mindezeknek az együttes hatása. Két jelentős sorozata van, az egyik békedalokhoz, a másik pedig bikinidalokhoz kapcsolódó illusztráció. A kiállításra két sorozatot hoztam, a bikinidalok sorozatát és a békedalok sorozatát. A békedalok úgy készültek, hogy tavaly részt vettem egy nagy nemzetközi békefesztiválon Marokkóban, igen, távoli afrikai, észak-afrikai országban, ami egy csodálatos élmény volt. Lehetőséget kaptam arra, hogy Magyarországot, az én hazámat egyedül képviseljem, és szóljak a világ békéért a saját művészeti eszközeimmel, természetesen a festéssel, természetesen a textil képek festésével. 12 békedalt választottam ki, és ezeket illusztráltam. Sikeresen el is jutottak Afrikába, úgyhogy megjárták a félvilágot, és most itt látható a Hajdúszoboszlói Pocskai Múzeumban. Nem csak a fizikálisan érthető háborúk és tragédiák ellen szóló békéről van itt szó, hanem a lelki békéről is. Tehát a dalok egy része a mi belső békénket tükrözi, még egy másik része pedig kifejezetten a tragikus
események ellen szólít fel. A békedalokhoz hasonlóan hoztam egy másik sorozatot is erre a kiállításra, és ez pedig a bikini dalok sorozata, 12 bikini dal. Tudjuk, hogy a bikini együttes, ugye mai modern rockzenekar, de az ő dalaik nem annyira a modernségről szólnak, hanem a szeretetről, az emberi érzelmekről, háborúkról, Istenhez való könyörgésről. Tehát tulajdonképpen olyan üzeneteket adnak az embereknek, amelyek teljesen meg tudják változtatni az életüket, hogyha átgondolják az üzeneteiket. És ami nagyon érdekes ezekben a dalokban, hogy amikor nagyon szeretem a dalaikat, és úgy próbáltam kiválasztani a 12 dalt, hogy az évkörre írható legyen, tehát minden hónapnak választottam egy dalát. És nagyon érdekes, hogy valóban a dalaik egyetemesek, hiszen működnek ebben a szerves egységben is, és nem csak pillanatnyi képeket, hangulatokat tükröznek, hanem teljes egészében tárják elénk a világ örömeit és a világ fájdalmait. Több mint 30 éve van a pályán. Az évtizedek alatt a vizuális kultúra oktatása igazi szívügye lett. A kiállításra felkértem néhány nagyon kedves tanítványomat, hogy ajándékozzanak meg a kiállításra néhány egy-egy alkotással. Hadd mutassam be, hogy hogyan tükröződik a tanítványai munkáján ez a fajta szemlélet, organikus szemlélet, amit én tanítok felnőtteknek, gyermekeknek, fiataloknak egyaránt. Itt mögöttem három ilyen alkotás látható, egy pasztelkép és két batik. Mind a három kép tulajdonképpen visszatükrözi azt a gondolkodásmódot, amit itt láthatunk a kiállításon. Az organikus szemléletű rajztanítás módszere eltér gyerekek és felnőttek esetében. Hosszú évek alatt nem csak egy iskolában, hanem több helyen is tanítottam, meghívásos alapon is, magániskolában, itt meg kell említenem a Keszthelyi családiskolát, amely egy kiemelkedő munkahelyem volt néhány éven keresztül. Néhány hétre ellátogattam hozzájuk, és taníthattam a gyerekeket, batikoltunk, festettünk, és ebben a tárlóban itt látható az ő csodálatos munkáik. Illetve természetesen felnőttekkel is foglalkoztam folyamatosan, batiktan folyamokat szerveztem, meghívtak intézményekbe, iskolákba, hogy tanítsam ennek a technikának a fortéjait, és természetesen közben én mindig olyan tematikát választottam, amely megnyitja számukra az organikus gondolkodás világát. Mivel a kiállítás nem csak saját művészetéről, hanem közösségszervezői munkájáról is szól, kiállított egy olyan vizuális felületet, ami lehetőséget ad arra, hogy az odalátogatók letegyék a kézjegyüket. Erre legalkalmasabbnak bizonyult egy óriás kifestő lap, amely nekem egy alkotásomnak a vázlatát, vonalas rajzát ábrázolja, Arany János Lepke című vers, amely tulajdonképpen a költőnek a költő életének már egy nehezebb periódusában íródott, de ugyanakkor gyönyörűen tárja elénk a természetnek a csodáját, központban a zöld lepkével, az éggel és a földdel. Kíváncsi lettem volna, hogy a gyermekek és az ide látogatók, felnőttek és bármelyik korosztály milyen szint adományoz egy-egy felületnek, és a végén ebből egy csodálatos, pompás kép alakult volna ki. Bízom benne, hogy ezt meg tudjuk későbbiekben is valósítani. A kiállított válogatások, publikációk tanulmányozásával betekintést kaphatunk saját módszerének részleteibe. Az itt látható kis válogatás kapcsán bepillanthatunk az én úgymond elméleti munkáim sorába is, publikációimba, hiszen itt olyan kiadványok láthatók, ahol
egyrészt a módszertani munkáimról írtam módszertani füzetekben, ezen kívül néhány olyan könyv látható verses kötet, amelyeket én illusztráltam, illetve olyan újságcikkek, amelyek megjelentek folyamatosan a médiumokban, írott médiumokban. Engedjétek meg, hogy bemutassak egyet közüle, ami a legfrissebb, a fejlesztő pedagógiában. Tavaly év novemberében jelent meg az organikus rajztanítási módszerről, szemléletről egy többoldalas írásom, melynek a címe Képes beszédek, beszédes képek a rajztanítás organikus módszeréről. Zsűrizett képei is kikerültek a falakra. Az itt látható baloldali kép mögöttem az első olyan alkotás, amely nagy közönség elé került, és zsűrizett kép volt, sőt, nívódíjjal is jutalmazták annó. Ennek a címe az Üdvözültek közössége, a Jelenések könyve 22. versének a megidézése. Egy olyan üzenet az emberiség számára, a mi jövőnk számára, amely már több ezer évvel ezelőtt megfogalmazódott János evangélista könyvében. A másik kép pedig az angyali üdvözlet. Számomra, ha végig tanulmányozzuk, hogy végignézzük a képeket, minden egyes képen felfedezhető, ha rejtett formában is kicsit, az angyali jelenség. Azért mondom, hogy angyali jelenség, mert én nekem kedvenc témám az angyalok festése, de nem direktben. Itt vannak közöttünk természet fölötti lények, melyek néha emberi formában is meg tudnak jelenni, és nekem nagyon segítik a munkámat, és amikor közbeszólnak, akkor meg is jelenítem őket látványszinten is. Már tradíció az, hogy minden évben karácsony előtt rendezek egy kiállítást, amelynek központi gondolata az angyalok. A pannóképeken, ruhákon, mandalákon és sorozatokon túl ikonfestése is jelentős. A litavértesi embereknek nagy része görög-keleti vallású. Egy nagyon szép templom, görög-katolikus templom látható a város központjában. Ennek a templomnak az árnyékában, a turista házban alkothattunk az elmúlt években, az alkotótelepen, és ez is adta az ötletet, hogy mindenképpen próbáljam már ki az ikonfestést, hiszen ebben a templomban egy gyönyörű ikonosztázia látható, amit Hollandiából kapott ajándékképpen az egyház. Én arra gondoltam, hogy visszanyúlok ebben a kultúrában a magyar országon talán legszebb ikon festményhez, és ez pedig a Mária Pócsi Könnyező Madonnának a képe. Ezt tanulmányoztam, és ezt használtam föl, ezt a motívumot az ikon megfestéséhez. Való igaz az, hogy az ikonfestészetnek nagyon szigorú szabályai vannak. Ilyenkor tulajdonképpen kizárva minden külső tényező, és csak a mély ihletben, mély meditációban lehet ezt festeni. Én is átéltem ezt a folyamatot, gyakorlatilag minden alkotásomnál átélem, hiszen belülről festek, nem pedig látványszinten, hiszen én nem akadémista festő vagyok, hanem jelképíró, de az ikonfestés valóban egy nagyon különleges hatást gyakorol az emberre, és nagyon mélyen, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan nyúlunk az egyes eszközökhöz. Számomra talán a legnagyobb kihívás az aranyozás volt, amit az eredeti ikonfestők az elején kezdenek az alapozás után. Én egy kicsit ezt megfordítottam, hiszen a textil ikonfestést úgy gondolom, hogy nem sokan gyakorolták még, tehát ebben egy kicsit úttörő szerepet is játszottam.
Igazán szépet és jót alkotni hit nélkül nem lehet. Amikor az ember alkot, egy kicsit más világba kerül. Kapcsolatba kerül az égiekkel, kapcsolatba kerül Istennel, és innentől kezdve a külső környezet kizárva. Természetesen megiklettek néhány képemet, néhány alkotásomat, megikletett a Szentkönyvnek, a Bibliának az üzenete is. Ezen a kiállításon három olyan alkotást láthatunk, amely ez alapján készült. A saját gyermekem, fiam és kedves párjának az eljegyzésére készült. A hármas fonál, amelynek ugye az az üzenete, hogy a boldog házasság titka az, hogy együtt vagyunk, de legyen egy összekapcsolt felső erő, és ez Isten, amely mindig ott van és tökéletesíti a boldogságot. Azt vallja, hogy az isteni kegyelem ölelésében csodák születnek. Ehhez elég egy jel, hogy ő maga is jelet hagyjon. Ez a küldetése. Az Életmű 60 jubilómi kiállításommal tiszteletemet és megbecsülésemet fejezem ki a magyar nép, a magyarságunk, a magyar kultúra iránt. Fogadják szeretettel, ahogy ezt áldásként a Boldog Asszonyanyánk című énekben is hallhatjuk. Kegyes szemeiddel tekints meg népedet, segéld áldásra magyar nemzetedet.